A terráriumok és akváriumok hétvégéjén átadták az Ódebrecen legújabb bemutatóhelyét. A 2500 literes akváriumban dekkerti sügéreket láthatnak az érdeklődők, több mint 100 példányt. Ez a kritikusan veszélyeztetett halfaj kizárólag a kameruni Eyagam-tóban él. Ez egy olyan krátertó, amelyet nem táplál folyóvíz, ezért más fajokkal nem keveredtek az őshonos halak. A környéken élő lakosok azonban harcsákat telepítettek a tóba, veszélybe sodorva ezzel a dekkerti sügéreket. Az aljzatra rakja le az ikrákat, és utána őrzi az ivadékokat, ezeket ugye a harcsák könnyen el tudják fogyasztani, és így veszélybe sodorják a populációikat, emiatt is kritikusan veszélyeztetett ugye a faj. Ezekre és az invazív fajokra szeretnénk felhívni ezzel a bemutatóval a figyelmet.